Országából vannak itt, vagy itt a városunk polgármesterét, Szepni Lajos urat, aki vállalta a mai ebédetek, meg a vacsorák költségét, és majd az esti lakos misén is ott lesz. De most ha lejött, hogy volt olyan kedves, pedig nagyon sok teendője van, hogy köszöntsön benneteket. Meg is teszem akkor, és nem húzom sokáig az időt, hogy az ebéd előre ne vegyem el. Sok szeretettel köszöntöm önöket, köszöntelek benneteket. Itt Balatonalmádiban biztos sokan vagytok, akik már több egyszer járnak nálunk. Nagyon várjuk az esti szentmisét és a műsort, és nagyon örülünk, hogy ilyen szép szám van, újra itt vagytok közöttünk, és Balatonalmádi ugye mindig szívesen lát benneteket, és szívesen látja Kölyte Csaba testvért is, és a Maroszéki Kodály kórust is, és természetesen mindenki más is, hiszen alapvetően egy vendégszerető város vagyunk, és remélem ezt ti is tapasztaltátok, vagy tapasztaljátok, már akár Zsóka és a többiek a fogadó bizottságunk révén, akik nagyon kedvesen kalauzolnak benneteket, illetve hát majd is fogtok találkozni másokkal is, akár a szervezők, akár a város részéről. Azon vagyunk, és igyekszünk, hogy minél szebben teljenek az itt töltött órák. Láttam a programot, hogy elég sűrű ez a néhány nap. Nem, nincs vonatkozásra idő, de remélem, hogy azért egy picit a várost, a város szépségeit, a Balaton megcsodálni, főleg aki először jár itt, van lehetősége. És hát itt nagyon tartalmas napban és délutánban és estében bízunk. Sok szeretettel köszöntelek még egyszer benneteket, és köszöntöm önöket, akik kísérőként vagy szervezőként ugye részt vettek ennek az útnak, vagy missziónak a lebonyolításában. És természetesen, ahogy az előző években is, úgy idén is, és a következő években is, nagy szeretettel és szívesen látjuk önöket, látunk benneteket. Az ebédhez pedig, amit ezen a kiváló helyen fogyasztotok el, jó étvágyat szeretnék kívánni.
most hosszabban nem beszélnék, majd délután a Zsernek a Pilonnál este 6 órakor is találkozni fogunk. Jó éjfájat mindenkinek! Mi most szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk azért, hogy a Balatoni Csillagösvény 8. állomásán itt lehetünk. Igazából Balaton-Almádi az a hely, ahol a 8-ból 8-szor voltunk. Nagyon örülünk, hogy a kihagyás után újra itt lehetünk, nagyon vártuk már a kedves találkozásokat, és hát akkor örülök, hogy a polgármester úr mellénk állt, és egy kis ajándékot is hoztunk otthonról. Köszönetül, és akkor egyúttal megköszönnék nektek is, Zsóka, mert amikor aztán vége van, akkor általában már nem tudunk együtt lenni, és mindenki itt van, és akkor szeretnénk nektek is emléket átadni, Zsóka, neked, és a csapatnak. Pénzesen jó, és a csapat. Ez a csapat. Nagyon szépen. Általában nem vagyunk együtt, és akkor igen, köszönjük szépen. Így van itt az egész csapat. És hát emlékszem, hogy álltunk mi már ott a Balatonparton hasonló szélben, és akkor ott néztük, hogy jó lenne belemenni. Szerintem majd arra is sor kerül. Viszont a Balaton partján ebédelni, az egy utolsó dolog. Így van. Néha nézzetek arra két halat. Egy jó étvágy, és nagyon szép színe a Balaton. Itt a szélén őt is videóz le. Sokan. Táborosok közül biztos nagyon szép program volt a gyerekeknek, de most az a helyzet, a mikrofon próbának meg kell lenni, hogy eljöttek. Úgyhogy gyertek, csodatok nem baj. Itt a programban van, hogy be is sírják.
Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kepi Lajos vagyok, Balatonalmádi város polgármestere, és engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem elsősorban Csaba testvért és a Marosszéki Kodály Zoltán gyermekkart ismét városunkban. Most egy picit elmondom. Ismét városunkban, és mindenkinek tartalmas estét és lelki épülést kívánjak a mai estért, és egy szentmise, és az utána következő zeni és a gyermekek előadásával és a táncosok előadásával járó program. Hiszem, hogy tartalmas szórakozást és lelki épülést szolgál, hiszen a szentmise természetesen elsősorban ezért van, és ez a missziós körútnak is talán az egyik célja, hogy Magyarország szerte évről évre ezt az üzenetet. Bocsánat, picit a mikrofon nem mindig akar működni. Nem is húzom sokáig szót, hiszen kezdődik a szentmise. 8. éve tart ez a misszió, és azt hallottam ma, amikor a gyermekek ebédjén részt vettem, hogy Balatonalmádi az a helyszín, ahol mind a 8 évben, sajnos tavalyi évben ugye nem lehetett, de előtte minden 8 évben jártak a gyermeket, és járt Csaba testvér. Reméljük, hogy még sokszor 8 évig ez így lesz. Balatonalmádi mindig szeretettel látja önöket, szeretettel lát benneteket. Kezdődik a szentmise, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr legyen velem. És a szeretettel köszöntöm a kedves Balatonalmádi testvéreimet. Külön köszönöm a fővárosnak a jóságát, a polgármester urat, és Erzsikét is, mert azt hiszem, hogy mind a 8-szor ide jutottunk, az megköszönhető. Hát nem üres kézzel jöttünk az idén sem, mert itt vannak a gyerekek, és sok új gyerek van olyan, aki most van először itt Almádiba, és az idén hoztunk még Moldvából is egy csoporra való fiatal, 9-12-esek, és Bápóban van egy kis kollégiumunk, ott laknak. Ők majd tánccal fognak kedveskedni, szentmise végén. És van két baba is, akik külön szeretnék köszönteni, a kis Noél és a kis Koppány. Hát ők elég fogányok, de segítünk majd, víz van, elég jó megkeresztél szentmise közben. Mindannyian meg vagyunk nézzünk magunk a vizsgáljunk, elkismertünk. Nem is szeretett jóság, türele, virgalom volt az elmúlt hetekben, napokban a szívünk. Bánjuk meg mindenkit. Gyónom! Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életet. Amen. Jesus, Christ.
Királyt itt a földön, országunk koronájával ékesítetted, és szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgass meg, fiam, fogadd el szavaimat. Akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját. Egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz. És ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen ez a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, és ne menj rajta tőle. Kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal birkodása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka. Maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaidra. Nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elő, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki meglevi őket. Gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a szájhamisságát. Távolítsd el az ajkak álmokságát. Egyenest előre nézzen a szemed. Legyen egyenes a szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak. Legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne tér le az útról. És a gonosztól tarts távol a lábad. Ez az Isten igéje. Szent Máté könyvéről. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlik, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zátor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostob emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt az ábor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt,
és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét, a nép elragadtatással hallotta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudott. Ezek az evangélium igéi. Kedves, szeretett jó testvérek, számomra nagy öröm itt lenni, mert nagyon szép, hogy ilyen sokan vagytok. Nagyon szép, mögöttetek ott van a gyönyörű Balaton. És mivel ennyien vagytok, akkor az atyával beszéltünk, hogy nem úgy jártunk, mint Szent Anta, hogy kell prédikálni halaknak, mert itt van akinek beszélni. Igazából ugye, arra biztatok itt Jézus Krisztus, hogy sziklára építsük a házunkat. Holnap van nemzetünk ünnepe, Szent István napja. És igazából úgy gondolom, hogy Szent István tényleg sziklára építette a mi népünk nagy családi otthonát itt a Kárpát-medencébe. Mert az elmúlt 1000 évben azért rengetegszer nekünk jött az ár, és üvöltött a szél, és volt itt baj, Trianon, Mohács, 56, sorolhatnánk, világháborúk. Hál' Istennek itt vagyunk, szeretetben és békében. És reméljük, hogy hát még sokáig itt is leszünk. De vegyük ezt a sziklát egy kicsit új részletesebben. Ugye kérdezték Déván a gyerekek, hogy Csaba testvér, te miért szereted Szent István? Hát mondtam én, legalább 2-3 dolgot tudnék mondani róla. Kezdjük azzal, hogy ugye a mai világban nagyon gyakran kezdtek beszélni a pozsonyi csatáról. Hogy egymásnak estek, de hogy két napon keresztül és egyfolytában, és győztünk. Igaz, hogy győztünk, de hát én azért úgy értem meg azt, hogy nagyon sok, nem csak Árpád vezér, hanem sokan elestek ottan közülünk is, de gondolom a bajor, a német lovagok közül is. És hát ugye egy ilyen csata után biztos nagy volt a merkelés, a duzzogás, a harag, a revans, a vágyás. És igazából Szent Istvánnak a nagysága az, hogy hát ugye az ő apukájával, Gézával elment, úgy hívták Civakodó Henrik, akkori bajor, hát hogy mondjam, királyt, és azt mondta, Henry, van egy gyönyörű szép lányod, nem? Na, megkérném a kezét, mit szólsz hozzá? Hát az a kellett ide pofa, nem? Tehát, hogy mondjam, hát az ellenséghez elmenni, és akkor megkérni a lánya kezét. És olyan szép, hogy le van írva, hát, hogy hümmögtek, na hát az végül is a nagylány mondja el, éppen szerzetes akar lenni, na hát, hát az elég komoly konkurencia valakinek Jézus udvarról, és akkor lecsapni, na hát ugye, ne elcsalni onnan a zárdából, és Szent István képes volt elmenni. És nem csak az volt az izgalmas, hogy elmegy udvarolni, mert azért legények gondolom akkor is mertek, tudtak udvarolni, hanem hát be kellett menni a kolostorba, és igazából szent falak közé fegyverrel nem lehet bemenni. Katonákkal nem lehet bemenni. És Szent István, hát akkor még csak legényke volt, nem volt még szent, meg hogy mondjam, lerakja a fegyverét, és egyedül, kíséret nélkül bemenni az oroszlán barlangjába, szóval azért volt benne kurázsi, nem? Vagy kakaó ebbe az emberbe. És azt írja az életrajz, hogy hát Gizella jámborul imádkozott Mária szobra előtt, hát hogy mondjam, megvárakoztatta. Hát ez is egy kicsit, most szivatta, nem szivatta, én ezt nem tudom, de lányokból azért kinézem, hogy mondjam. Szent István egy szál rózsával ottan szobrozik, mit tudom én, miféle nézi, hogy vajon honnan egy orgyilkos, honnan szökik elém, mert azért, na hát,
Tehát nem könnyű dolog volt. És akkor aztán végül Gizella megfordult. Hát na, ilyenkor sajnálom, hogy nem voltak ott ilyen paparazzik, ilyen kamerák, mint egy élő Facebook adás, és milyen jó lett volna, nem? Most néznénk hosszan, visszanéznénk, hogy hogy udvaró Szent István? Na, milyen a dumája, nem? Hát, hogy milyen volt, azt nem tudjuk, de végeredményt tudjuk, mert Gizella igen mondott, és nem kellett jönni, menni, messze van Passau. Ő az asszonnyal jött haza. Pont. Na hát a mai fiatalok ebből is tanulhatnak, nem 10 évig célzok, és akkor meghúzzam arra, azt nem szeret, szívből igazán. Súgy! Kész. Haza is jött vele. Hozta, fogta, vitte, mint a sas lecsapott, és hozta Gizellát. És hát ugye ez is olyan szép, hogy hát hogy egy se érkezett jó formán, hát Koppánynak más volt a véleménye, ugye meghalt Géza, és úgy gondolta, hogy neki jobban állna egy korona, vagy valami a fején, és hát ugye Szent István fiatal ember, és olyan szép, mert Gizella hímez egy zászlót neki. Na, ki volt ezen a zászlón? Szent Márton. Tehát ezt elfelejtsük, sokszor még mi papok is, hogy igazából Szent István előtt a mi népünknek ki volt a védőszentje? Szent Márton. Nem hiába van Pannonhalmának a védőszentje is Szent Márton. Egész Kárpát-medencének Szent Márton a védőszentje. És tudjuk, hogy a szenteket nem szokták nyugdíjba küldeni, tehát ő ma is igen bátran imádkozhatunk. És bizony Szent László zászlaja alatt győzött István, és hát hogy mondjam, Koppányt, na, hogy mondjam, egy kicsit megosztottam, de ebbe megint nem menjünk bele. Ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy a csata után, nem tudom mennyire ismerősök, a veszprémiek mondták, hogy hát Szent István úgy érezte, hogy tényleg sziklára kell építeni a házat, templomot akart, egy kis kápolnát Gizellának, ugye ő Veszprémben lakott, és hát na, hogy néz ki ez a kápolna, ha nincsenek benne oszlopok? Rendelt Olaszországból 12 márvány oszlopot. Kápolna. Na, hát gondoljunk bele, hogy hát abban az időben azért milyen útviszonyok voltak, meg egyáltalán, hát most ökrökkel, vagy szamarakkal, vagy mivel húzták el, 4 meg is érkezett, és hát ott van mai napig is a veszprémi székesegyházban, de úgy tűnik, hogy Szent István nem egy olyan na üdögélő, ráérő ember volt, mert többi nem jött postafordultával, hát megépítették a székesegyházat, hát a többit ilyen balatoni vörös kőből, nagyon szép, mutatós, és mai napig úgy van. Nagyon tetszik, hogy megérkezett közben a másik 8 oszlop, tették, gondolom szegény püspökök asadták, most mit csináljanak vele Szent Istvánnak. Hogy is hívják, aztán ugye jöttek a nehéz háborús évek, szinte meg is feledkeztek. És amikor építették a Budapesten az országházát, hát ugye a kopolát valami kell tartsa. Ott, ahol ma a Szent István koronája áll, hát azt a 8 oszlopot fölvitték, és döbbenetes, mert hát mondjam úgy, szinte Szent István keze oszlopai tartsák a kupolát az országháza fölött. Milyen szép. Ezt azért mondtam el, mert hát ez sokat elárul egy emberről, nem? Tehát az is nagyon szép, hogyha valaki megy a lányhoz, visz egy szál rózsát, igaz? Most már egy csokorral visz, az még jobban néz ki. De hogy valaki annyira szeresse a jó Istent, meg az ő kedves feleségét, hogy abba az időbe, hát még ma is nagy kihívás lenne, nem? Hát, hogy az zöldmezőre kirajzolnak egy ekkora székesegyházat, rendelünk 12 oszlopot, nem tudom miféle. Hogy a maha legyen, ahol imádkozzon. Nem szép? Hát Szent István szeretnénk köszönteni, Szent István szeretnénk követni. Milyen jó lenne, hogyha valahogy így tudnánk gondolkozni. Ilyen
nagyba, bátran, hittel, szeretettel. És az a szép, hogy Szent István és Gizella nem csak egy politikai alkut kötöttek, hanem gyerekek születtek. Épült 2000 templom Kárpát-medencében. Megkérdezte, olvastam egy könyvbe, és megkérdezte egy történészt, ez tényleg igaz? Mert azért legyünk őszintén, 2000 templom, hát, most, hogy mondjam, az a mai világban is ez a nagy kihívás lenne. Mert nem csak templom, hát abban kellett pap is, azt ki kellett képezni. Hát abban az időben most 2000 embert megtanítani, írni, olvasni, nem? Hát nem sokkal a honfoglalás után, hát a nomád kor után, hát ilyen léptékbe fejleszteni oltárt, oltárterítőt, könyveket szépen kézzel másolni. Hát a mise könyvek nem sokat változtak, a mise szövegek 2000 év alatt. Hát azt is ottan, na, harangot, kelyhet, mise ruhát. Érdeklődtem, és a liturgikus történészek azt mondják, hogy akkor abban az időben már megvolt a négy szín a liturgiában, ugye, adventben. Sötét lilába szoktunk általában, ilyen évközidőben, zöldben. Tehát már akkor, tehát több rend, mise ruha kellett egy ilyen templomhoz. És a Szent István Gizellával, mert ott Veszprém mellett kedves nővéreket szerzett Gizella, és ezerrel ment a szövés, varrás, hímzés, minden, terítők, miseruhák készültek ezer számra. Én csodálom, nem? Meg tudták csinálni, megmerték álmodni, kimerték vitelezni, és hát Kárpát-medencei méretben. Ugye, mikor gondjai voltak, hosszan jártak a Déván is hosszan, érdekes, felment Kolozsvárra, hatalmas távolságok. Amúgy az Árpád-házi királyoknak, például olvastam Szent László életébe, hogy nem volt Horvátországba, és betörnek a kunok északon, Besterce környékén, és egy hét alatt katonáival együtt ott volt, hát fogadják tisztelettel a hivatlan vendéget. Hogy miből voltak ezek az emberek? Képesek voltak, megcsinálták, akarták, tudták, hitték, és hát kivitelezték. Én azt gondolom, hogy Isten iránti szeretetből valóban ők sziklára építették, Krisztusra építették a házat. 2000 templom. Miért? Azért, mert Szent István hitte azt, hogy nem csak 1000 évvel előtte szerette Jézus Krisztus Isten a világot, hanem most is szereti. Ma is szereti. Hisszük és valljuk, ugye, hogy ez a zenepavilon betlemi barlang lesz most a szentmisében. Hisszük és valljuk, hogy minden egyes szentmise karácsony éjszakája. 2000 évvel ezelőtt a boldogságos szűzanya igen mondott. Meghívta Istent a földre. És a nagy Isten megtestesült, emberé lett. 3 kiló 20 deka, a kisbaba ránk mosolygott. Nagy Isten első dolga mi volt ezen a földön? Hát jól összekoncolta József szakállát, rámosolygott Máriára, közénk jött. És hisszük és valljuk, hogy most ugye az atyával, kedves hívekkel együtt igen mondtuk Isten hívására, és ebben a szentmisében ugyanaz az Isten emberé lesz, közénk jön. Ez az oltári szentség, az eukarisztia. És igazából ugye anyánk az egyház most szeptemberben az 52.
nemzetközi eukarisztikus kongresszuson pont ennek nagy titoknak az átelmélkedésére, ünneplésére, megélésére hív bennünket Budapestre. Ennél nagyobb csoda, titok nincs. Szent Ferenc atyánk azt mondta, hogy hát ő, a papok, ha üldöznék, akkor is hozzájuk menekülnek. Mert amikor a pap felmutatja imádásra az oltári szentséget, akkor az ég a földdel összeér. Az eukarisztiába a természet fölötti világ és az emberek világa egyé válik. Csoda. Vatikáni Zsinat mondta, hogy a földi életünk igazi forrása az eukarisztia. De a földi létünk csúcsa, amilyen magasra tudunk emelkedni, az szintén az eukarisztia. És ezért lenne nagyon fontos, hogy igen, a kereszténység nem az, hogy nyakamba viselek keresztet, az egy jelkép. Nagyon fontos, nagyon szép. Fogjuk a batyut, és menjünk fel, mutassuk meg a nagyvilágnak, hogy igen, magyar nép hisz az élő Istenbe. Nagyon-nagyon fontos, ugye? Ferenc pápa, amikor úgy döntött, hogy ugye 4 évvel ezelőtt Manillában volt az eukarisztikus nagy találkozó Fülöp-szigeteken, 8 millió ember gyűlt össze a misére. És akkor már tudták, hogy valahol Európában lesz a következő, és én azt gondolom, hogy Ferenc pápa, na mostan, húha, Európában, hol fognak összegyűlni a keresztények? Budapesten. Bízott bennünk. És ezért megadta Erdő Péter bíboros úrnak, hogy szervezze meg itt a Kárpát-medencében ezt a nagy találkozót. Én azt gondolom, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy kimutassuk, hogy igen, Európa nem posztkeresztény, hanem mi is hiszünk, akárcsak Szent István, ne építünk 2000 templomot, de elmegyünk, akár innen Almádiból 2000-en Budapestre, az eukarisztikus találkozóra. Nagyon-nagyon fontos lenne. Mi úgy van, hogy Erdélyből szeretnénk 1000 gyerekkel eljönni, hát vonattal, hát onnan, mit tudom, Moldvából 1000 kilométerről. De milyen jó lenne, és milyen szép lenne, hogyha ott újból tudnánk találkozni, együtt lenni, imádkozni. Szent István királytól tanuljuk meg kiengesztelődni, a múlt sebeit szeretettel befércelni. Biztos, hogy mi akarva, akaratlanul nem ejtettünk egymáson olyan mély sebeket, mint a bajor és a magyar lovagok egymáson. És Szent István képes volt ezt a sebet szeretettel orvosolni. És azt gondolom, mai nap is, hát a magyar nemzetnek ki a legjobb barátja Nagy Európában? Én azt gondolom, hogy a bajorok ott nagyon-nagyon elől vannak. Miért? Mert Szent István hitt a szeretet gyógyító, életadó erejébe. És Szent István azt is tudta, hogy ezt a pogányságból megtért, félig nomád népet, a templomai, mint a hajót, a horgony, azt a vasmaska tudja megőrizni a hullámok, a viharok közepette. És ezért szórta tele templomot, szinte templom hátára, a Nagy Kárpát-medencébe. Nekünk is ezt kell tegyünk, ha meg akarunk maradni. Ha azt szeretnétek, hogy a családjaitok, közösségeitek fennmaradjon, akkor igenis, kiengesztelődve, mindenkinek megbocsájtva, újrakezdve, Krisztusba kapaszkodva kell, hogy éljük életünket. Hát nem tudom, hogy mennyire tudtam meggyőzni magukat. Minden esetre, hát önök még gondolkozhatnak, de van itt 2 család, és megkérdezem, hogyha őket meggyőztük, hogy jöjjenek középre, és jól megkereszteljük a babát.
ezek után erre kereszteljük meg, szeretetre, kiengesztelődésre, Istenbe, Krisztusba való kapaszkodásra. Na, az egyik család meg is jött, illetve a másik eltűnt. De nem, megvan ő is, Koppány is megvan, nagyszerű. Hát ugye a keresztmamák is, keresztaták is itt vannak, a babák is itt vannak. Na hát önök a tanúk, úgyhogy nézik, hogy történt. Igazából a keresztség három nagyon fontos részből áll. Először, és mindenek előtt megkérdezzük, hogy mit átsingóznak itt, mire várnak. Ugye ilyenkor az elején az első nagyon fontos esemény, mikor imádkozunk azért, hogy Isten gyermeki szabadságban, bűn nélkül, szeretetben tudják leélni az életüket, és ezért megkenjük az ő homlokukat olajjal. Ha megkapjuk a szöveg. Mindenható örök Isten, te azért küldted fiadat a világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságod, csodálatos országodba. Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezeket a gyermekeket az áteredő bűntől, tedd őket szent fölséget templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék az ő szívükben, Krisztus a mi Úrunk által. A második rész is nagyon fontos, ugye ilyenkor megszenteljük a vizet, a Balatonból van. Áld meg, Urunk, kegyesen ezt a vizet, amellyel megkereszteljük Noel és Koppány szolgádat, akiket meghívtál a keresztségre, hogy örök életük legyen Krisztus a mi Urunk által. A megáldott víznek titokzatos ereje által add meg kegyesen a lelki újjászületés szolgáidnak, akit meghívtál, hogy örök életük legyen Krisztus a mi Urunk által. És hát ugye mindannyian meg vagyunk keresztelve, de azt a keresztségi fogadalmat meg lehet újítani. Tehát aki úgy gondolja, hogy volt, ami volt eddig, de ezentúl aztán, na, legalább Szent Isváni mércével szereti a Jóistent, az álljon föl. Nagyszerű. Ha nem álltak volna fel, még egy fél órát prédikáltam volna itt. És akkor megkérdezem, hát a keresztszülőket, a szülőket, de mindannyiatokat, ellene mondotok-e a sátánnak? És minden cselekedetének? És minden csábításának? Hisztek-e Istenben, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusba, Isten egyszülött fiába, a mi Urunkba, aki Szűz Máriától született, kihalált, szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és most ott ül az atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekbe, a katolikus Anya Szentegyházba, a szentek közösségébe, a bűnök bocsánatába, testnek föltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Kedves testvérek, ez a mi hitünk, ez az egyház hite, melyet boldogan vallunk. Akarjátok-e, hogy babákat megkereszteljük ebbe a hitbe? Akarjuk. Köszönöm.
No, én téged megkeresztellek, hát tudom, na, és jön a harmadik nagyon fontos rész, ugye, hát nem csak bűn nélkül kell élni, és aztán utána üres kézzel, nem tudom, hallották, egy idős téni meghal, és a Jóisten elé kerül. És látta, előtte mennek az emberek, és mutatják a kezüket, és azért az úr, te kezed véres, te gyilkos vagy, takarodj előlem, ne lássak. Jön a másik, és azt mondja, te kezed pénztapad, te tolvaj vagy, takarodj előlem. Néni nézi, és azt mondja, nézd, megyei atyám, az én kezem üres. És úr megnézi, azt mondja, üres, üres. Azt mondja, tiszta, tiszta, de üres. Na te is takarodj előlem. Nem elég jónak lenni, jót is kell tenni. Azért imádkozunk a harmadik részben, hogy a gyerek Krisztus prófétája, papja és királya legyen. Tehát azzal a krizmával kenjük fel a gyerekeket, és önöket is, mint ugyanezzel a krizmával voltak fölkenve, mint amivel a királyokat kenik, például Angliában, ahol van király. Nálunk már nincsen. Nagyon szép itt is ez az imádság, így hangzik. Mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, megszabadított titeket a bűntől, vízből és szentlélekből új életet ajándékozott nektek, most pedig fölken az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzatok, és tagjai maradjatok Krisztusnak, aki a főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjétek az örök életet Krisztus a mi Urunk által. Igazából a keresség lényege meg volt. Van egy égő gyertyánk, igazából kettő kéne legyen, de na, egy van. De azt jelképesen odaadjuk, úgyis kifújja a szél. És van egy nagyon szép imádság, amit közben el szoktunk mondani. Kedves gyerekek, keressé be új teremményeké lettetek, és Krisztust öltöttétek magatokra, ez a hófehér ruhácska, legyen a keresztény méltóságotok jele, hozzátartozói szava és példája pedig támogasson, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizzétek az örök életre. Ugye Jézus Krisztus sokszor azt mondta, én vagyok a világosság és az élet. A lobogó, égő gyertyalánk világítson a sötétben, és meleget adjon. És hát ugye ez a láng a szülőkre, keresztszülőkre van bízva, hogy ki ne aludjon. Törékeny. Az a kegyelmi élet, ami a gyerekek szívében megfogant. Kedves szülők és keresztszülők, rátok van bízva a világosság, vagy a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyalánk jelképez. Óvjátok gondosan, hogy gyermekeitek, akikre ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül világosság fiaként járják életük útját, maradjanak állhatatosak a hitben, és amikor az Úr eljön, eléje járulhassunk az összes szentekkel együtt a mennyei hazában. Keresség szertartás ezzel véget ért, de az imádságunk gyerekekért folytatódik. Fogalmazzuk meg kéréseinket bízalommal Urunkhoz, Istenünkhöz. Jóságos Istenünk, nagyon szeretettel imádkozunk Ferenc pápáért, őrizd meg őt erőbe, egészségbe, békességbe,
hogy szeptember 12-én el tudjon jönni közénk Kárpát-medencébe. Kérünk éjjel, most minket! Nagyon szeretettel imádkozunk a két babáért, akit megkereszteltünk, az ő szüleikért, rokonaikért. Őrizd meg őket, és add, hogy felnőjenek, nagyok legyenek, és Krisztus szószólói, hirdetői, barátai, prófétái, királyi legyenek itt Kárpát-medencében. Különös szeretettel imádkozunk az almádi hívekért, polgármester úrért, plébános úrért, és mindazokért, ebben a szép városban élnek, dolgoznak, nap mint nap örvendenek a létüknek. Kérünk éve, hallgass meg minket! Imádkozunk mindazokért, akik hát ebben a szép városban eljönnek nyaralni, pihenni, üdülni, lelki, szellemi életüket megújítani. Áld meg mindazokat, akik jó szándékkal átlépik e város küszöbét. És végezetül imádkozunk azért, hogy a 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra minél többen el tudjunk menni Budapestre, hogy sikeres legyen ez a Krisztus melletti kiállásunk, tüntetésünk, Isten a mi Urunk által. Amen. A világ bűnei. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten bárány.
kegyes Jézus, ó irgalmas Jézus, imádunk lelkünk mélyéből, szeretünk tiszta szívünkből, neked élünk, neked halunk, tied vagyunk életünkben és halálunkban. Amen. Könyörögjünk! Atyáink Istene, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által a sötétségből az igazi hit világosságára vezettél, és a földi élet után fogadd be jóságosan mennyei országodba Krisztus, a mi Úrunk által. Kedves Csaba testvér, engedd meg, hogy mindannyiunk nevében hálásan megköszönjem neked, és azoknak a segítőidnek, akik elkísértek téged erre a 8. csillagösvényre, ide a Balaton partjára, és nem utolsó sorban azoknak a gyerekeknek Veranújvéren keresztül, akik 3 napon keresztül voltam én Zircen, illetve tegnap Káptalanfüreden, és most itt Almáriban, és aztán folytatódik tovább nyilván a ti utatok. De azt hiszem, hogy ez a 3 nap, aki velünk tartott, vagy akár csak ez a mai este, vagy késő délután, ez mindannyiunk számára hatalmas élmény. És nagyon köszönöm Csángó testvéreinknek is, akik eljöttek és itt voltak. Ezt elmondtam mindegyik alkalommal idáig, de ezt most sem fogom kihagyni. Azt hiszem, hogy nem baj. Erdélyben nagyon sokszor jártam már, és mindig, ahányszor én ott jártam, mindig csak töltekezve jöttem fel, és a hitemben, meg a magyarságomban megerősödve. 3-szor volt már szerencsém járni a moldvai csángóknál is nálatok, ezt most már párszor megbeszéltük, mióta itt vagytok. És hogy milyen kicsi ez a teremtett világ, ez pontosan az jelzi, hogy nem csak én járhattam nálatok, hanem ti is voltatok már valójában nálunk, mégpedig amikor pápai plébános voltam, pápai vendégségben voltatok, és itt most látok én pápaiakat is, akik valóban valószínűleg megismernek benneteket, hiszen ők voltak azok a Rózsafüzér Társulatom akkori tagjai, ott pápán, meg karitáscsoportom tagjai, akik vendégül láttak benneteket a Tókerti Szent Benedek plébánon. Csak akkor még kisebbek voltatok. Isten hozott benneteket 1000 kilométer távolságból is, és én azt kívánom, hogy őrizzétek a hagyományaitokat, őrizzétek a táncaitokat, az énekeiteket, és a magyar imáitokat. Számomra hatalmas élmény volt, amikor olyan nénik végezték el, meg bácsik nálam a Szent Jónást, a Kárpátokon túl, akik nagyon régen volt lehetőségük, hogy magyar nyelven végezzék a Szent Jónásukat. És azok a könnyes szemek, azok még most is megborsózom ezektől a őszinte Szent Jónásoktól, ezek mind-mind erősítettek engem a hitemben, és erősítettek bennem azt a hitet és reményt, hogy van jövője mi magyar népünknek itt a Kárpát-medencében. Csaba testvérhez csatlakozva, engesztelődjünk ki egymással, kötözzük be a sebeket, és valóban közös erővel építsük a keresztény magyar jövőt itt a Kárpát-medencében azokkal a népekkel, akikkel együtt kell élnünk. Én megköszönöm mindenkinek a szervezését, a segítségét, aki Csaba testvér itt létében, a gyerekek itt létében segített, a városvezetőségének, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Szent Erzsébet ligetet, itt a zenepavilont, a padokat a városgondnokságnak. Nem utolsó sorban Töltési Erzsébetnek, akinek nagyon-nagyon sok munkája volt ebben, a máltai szeretett szolgálat önkénteseinek, akik nagyon sokat segítettek, és mindazoknak, akik adományaikkal, bármilyen fajta adományjal segítették és támogatták ennek a csillagösvénynek a sikerét. Isten áldása kísérje önöket, és Isten fizesse meg 100-szorosan azt, a bármivel is járultak hozzá a 8. csillagösvényhez.
és reméljük, hogy jövőre a vírushelyzet nem fog nekünk keresztbe tenni, és folytatódhat tovább ez az út, amit Csaba testvérék elkezdtek. Rád is, kedves Csaba testvér, Isten áldását kérjük, mi pedig kérjük a te áldásodat, közvetés számunkra az ünnepélyes áldást. És még egy dolgot, mi nagyon sokszor jártunk már Erdélybe barátaimmal, családtagjaimmal, de általában mindig akkor, amikor Csaba testvér itt volt a Balaton partján. Soha nem sikerült egy közös képet a barátaimmal, a családtagjaimmal veled készíteni. Addig nem foglak elengedni, amíg ezt most nem fogjuk a szentmise végén reálisra tenni, mert most utolértük egymást itt a Balaton parton. Köszönjük szépen a szívből jövő szavakat. Ugye a szentmise végén akkor fogadják ne csak az áldást, hanem az ajándékot is. A kórus néhány dallal még kedveskedni akar, és akkor nézzék meg itt a pavilon előtt, megpróbálnak a fiatalok a Modovából, már ilyen messzire eljöttek, egyet táncolni maguknak, és hogyha ne talán az itteni fiatalok, felnőttek szeretnének velük táncolni, hát azt gondolom azért kapunk itt helyet, itt van elég a parkban, akár reggelig is, nem? Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Csaba testvér nagyon szerényen elhallgatta, hogy lehet könyvet is vásárolni, az ő könyveit, amit szívesen dedikál is, illetve a gyermekeknek, ha jól tudom, CD-i is vannak itt az asztaloknál, illetve Csángó testvéreink pedig a saját készítésű faragványaikkal kedveskednek nekünk, azokból is lehet vásárolni, kisebbeket, nagyobbakat, rendelni is lehet tőlük, úgyhogy ezt a szentmise befejező éneke után bárki nyugodt szívvel megteheti. A szentmise véget ért, mondjuk áldást az Úrnak! Egyesek irigykednek, hogy mi nem keresztel nekik is. Hát tessék hazamenni, kicsit dolgozni rajta, és jövő ilyenkor, ha lesz baba, aki azt mondta, a Balatonban mi víz aladni, mi keresztelünk, jó? Tehát, hogy lehet jelentkezni. Várjuk szeretet.
Amint az ő rózsa, kihajlott az útra, én hitesen, nincsen be sem szakasz.